A járványveszély ideje alatt a gépjárműadónak az eddig várost megillető részét az állami veszélyhelyzeti alapba kellett átcsoportosítani. Ez évi 128 millió forint kiesés a városnak, mondta a polgármester dr. Csáky András stúdiónkban. Üdülési járulék akkor az, hogy a parkolási díjaktól elestünk, és hát arról ne feledkezzünk el, hogy sem az intézményeink, sem a cégeink lényegében semmiféle bevételhez nem jutottak, hisz leállt az élet, és az ő költségvetésükben ezek jelentős tételek voltak. Amikor a veszélyhelyzet kihirdetésre került, és látszott, hogy ebből komolyabb baj volt, akkor saját hatáskörben hoztam bizonyos döntéseket. Alapvető döntés volt az akkor, hogy csak kötelezően ellátandó önkormányzati feladatokat finanszírozunk. Az üres álláshelyeket zárolták, de aktív korú munkavállalókat nem bocsájtottak el. A járvány elleni védekezés jelen ismeretek szerint mintegy 30 millió forintot vett igénybe, fogalmazott a polgármester, aki kitért a szociális keretre is. Korábban 10 ezer forint volt az egyfőre eső egyszerre adható segély összege, ezt először 30 ezer forintra növelték, majd azok számára, akik a veszélyhelyzet miatt vesztették el munkájukat, 60 ezer forintban állapították meg. Dr. Csáky András beszélt a Budai úti termálfürdő üzemeltetésének átadásáról is. Ez nagy izgalmakat váltott ki. Ugye különböző mendemondák terjedtek itt a városba. Történet arról szól, hogy Ferenci frakcióvezető úr egy beszélgetés végén megkérdezte tőlem, hogy mit szólnák ahhoz, hogyha valaki üzemeltetése átvenni a fürdőt, úgyhogy a városnak nem kell bepótlást fizetnie. Ugye tudjuk, hogy minden évben több 10 millió forinttal ki kell a fürdő büdzséjét egészítenünk. Az egyeztetés alkalmával nem derült ki, hogy kiről van szó, mondta a polgármester. Néhány nap múlva kaptam meg a Sas Kft.-nek ezzel kapcsolatos ajánlatát. Ugye nem akarom részletezni, hogy a városban jelen helyzetben ennek a cégnek a megjelenése bizonyos érzelmeket korbácsol fel. A beadványjal köteles volt foglalkozni a polgármester, mint mondta, mert hivatalos beadványnak tekintető, és így került előterjesztésre ez a napirendi pont. Ebből az a mendemonda jött, és nyilvánvaló azok szokták ezeket híresztelneknek, fogalma sincs, hogy mi van ezeknek a hátterében, hogy mi oda akarjuk adni, meg el akarjuk adni, meg elásni, meg nem tudom, mindenféle dolgot kitaláltak. Maga az előterjesztés az ugye arról szólt, hogy vizsgáljuk meg, hogy egyáltalán lehet-e üzemeltetésre kiadni az egészet, és erre vonatkozóan írjunk ki egy pályázatot. Végül az előterjesztést nem támogatta a testület. A polgármester azt is elmondta, jövő hét szerdán, vagyis július 1-én a kaszinóba várja a lakosokat, hogy megtartsa most már hagyományos polgármesteri beszámolóját és fórumát.